én Exos vagyok, és ebben a videóban be fogom nektek azt mutatni, amit nagyon sokatok kérdezett már a különböző live-okba, esetleg videókba, hogy hogyan is játsszuk be ezt a hangfájlokat. Ugye én, Narancs, meg Asus is megcsinálta már ezt, amivel ezeket el tudjuk érni. Nos, hát igazából annyi, hogy a leírásba mellékeltem egy linket, ez a forum.teamspeak.com nevezetű weboldal, amire rákattintotok, akkor titeket is ide fog valószínűleg behozni erre a weboldalra. Nos, igazából annyi a dolgotok nektek, hogy itt kiírja azt a download version, igazából megfogtok, rámentek erre, ő magától elindul a letöltés, ami körülbelül 7 megabyte. Hogyha lejött, akkor annyi a dolgotok, hogy rákattintotok, és feltelepítitek. Szóval annyi az egész dolgotok, hogyha megnyitottátok, akkor rámentek arra, hogy install. Most én nem fogok rámenni, mert valószínűleg akkor nekem kitörli az összes elmentett hangfájlomot, amit én ideig megcsináltam már. Szóval rámegyek arra, hogy abort. Következő lépés az, hogy felmentek egy TS szerverre, ami jelen esetben most a saját TS szerverem lesz. Szóval fel is connectelek. Connected. És itt vagyok benne a szobámba, király. Annyi a dolgotok nektek, igazából bemutatom, hogy nekem a mikrofon beállításom hogy van bekapcsolva a TeamSpeak-en. Nekem így van beállítva, hogy hangom alapján érzékeli, és így, szóval valószínűleg működni fog úgy, hogyha nektek be van állítva, hogy folyamatosan hallják hangotokat, de valószínűleg akkor nem fogják hallani mások, hogyha nyomógombon vagy. Nos, igazából megjelent egy plugins fül nektek, vagy lehet, hogy amúgy is volt, csak nem volt itt benne semmi. Most annyi a teendőtök, hogy rámentek arra, hogy RP Soundboard és Open Soundboard. Valószínűleg nektek ez nem így fog kinézni, sőt megítsem, hogy nekem se így nézzen ki, hanem teljesen máshogy. Fogalmam sincs, hogy hol kell átállítani, itt van Design. Átállítom a System Defaultra, mert na így valószínűleg nem fog buggolni. Igen, így már nem is buggol, látjátok, itt megjelenik egy ilyen settings fül, de egy configuration fül, és ja. Nos, annyi a teendőtök, hogy ez nektek nem így fog kinézni. Nektek ez így fog kinézni valószínűleg, vagy azt hiszem így, vagy így, vagy így. Nem, várjátok, hogy egy sor és öt. Valahogy így fog nektek kinézni, azt hiszem, de én átállítom vissza 5x5-re. Ugye itt van a sor, meg a oszlop, tudtok állítani mindennek a hangerején, és most például bemutatok egy, nem tudom, hogy ez mi, de bemutatom ezt. Nos, ezt le is állítom, hogy ez a zene, nem akarok copyrightot kapni rá, de például itt különböző dolgokban állítom, most benyom például, az kicsit lejösszom a hangeret, hogy ne süketüljetek meg. Kérjél bocsánatot a kurva anyádat, meg segbe baszt! Nos, igazából annyi az egész, hogy nektek itt alapból be lesznek állítva dolgok. Most például megmutatom egy ilyen no-file-os cuccon, hogy hogyan is lehet ezt beaktiválni. Rámentek jobb klikkel, és rámentek arra, hogy kiválasztjátok a fájlt. Én azt most nem fogom, mert letöltésben vannak különböző képek, videók, egyéb dolgok, amit mondjuk nem pont YouTube téma. Ne gondoljatok rosszra, csak egyszerűen nem akarok kipublikálni semmit, ami olyan dolog. És annyi az egész, most például megmutatom ezen. Szóval, hogyha ti kiválasztottátok a fájlt, akkor nektek ez így meg fog jelenni. Például most itt a Brandonos, legyünk a Brandonosnál. Kiválasztottad a fájlt, megjelenik ez. Ugyanígy csak annyi fog változni, hogy kiírja azt a lakatos Brandon legjobb jelenetek. Rámentek arra, hogy Advanced Options, ezt fogja nektek kidobni. Nos, innentől kezdve úgy tudtok állítani a különböző dolgokon, ugye ez alapból így fog kinézni. Szóval így az egészet le fogja játszani nektek. Teljes mértékben az egészet. Nektek rá kell menni arra, hogy crop sound, ugye ez, hogy elvágjátok az egész dolgot. És hogyha nektek van egy jelenetetek, amit szeretnétek bevágni, akkor beírjátok ide a szekundot, és hogy mikor álljon le. Nekem ez millisekundban van megadva, mert így egyszerűbb nekem. Szóval igazából ez tőletek függ, hogy mit szeretnétek kivágni, és ja, szóval hogyha ezzel megvagytok, kivágtátok a számotokra megfelelő jelenetet, akkor rámentek arra, hogy hotkey ugye itt van, és itt van az, hogy change, ugye ez, hogy megváltoztatjátok. Ezt fogja nektek kidobni, és például én azt akarom, hogy az F1-je legyen, szóval nyomok egy F1-et.
Ennyi, meg is van, és akkor hogyha most megnyomom az F1-et. Kérj bocsánatot a kurva anyádat, mert segbe baszt! Akkor működik is, és igazából tudtok hangerőt állítani. Ugye itt tudjátok húzkálni a csúszkát. És hogyha belementek abba a configuration, ugye itt különböző dolgokra. Szóval itt például van, elmente nektek 20 darab. És hogyha ezeket nem szeretnétek kitörölni, mert mondjuk akartok egy másik fület, akkor rámentek arra, hogy config 2, és itt ugyanúgy el tudod indítani előre ezeket a dolgokat, és például ezek az alapok amúgy, akik benne vannak, szóval kicsit leveszem most is. Szóval ilyenek vannak benne alapból, de ugye most már tudjátok, hogy hogyan is kell saját dolgokat betenni, és minden MP3 és MP4 fájllal is működik elvileg, szóval, de én jobban ajánlom nektek az MP3-at. Hogyha valamennyire tudtam nektek segíteni, akkor támogassatok engem egy lájkkal, aki nem tette volna meg, az iratkozzon fel, és igen, bármiféle kérdésetek van, a komment szekcióban nyugodtan feltehetitek. Nem biztos, hogy egyből válaszolni fogok, de igyekszek. Szóval sziasztok, srácok!